Addis Abeba. Budapest 1936. május 4 -e, hétfő. Az ember egy árnyalattal mogorvább, eltekintve a Blaumontáktól, kávéházas és újságolvasó városról lévén szó, mindenkinek hiányzik a maga napi lapja. Kénytelen megelégedni a hétfő reggeli lapokkal. Leon Blum úgy látszik hajlandó kormányt alakítani Párizsban. Ez a hét is jól kezdődik, mondják gúnyosan a jobboldali érzelműek az akasztani vitt cigány szabával. Cininek, aki éli szabad legény életét, különben jó napja volna, csak 12-ig tart az előadás, új ruháját is megkapta, amit B barátommal próbált ki szombaton. A tornatanár már az első órán érdeklődik, mit tud rólam. Később a többiek is. Végre az egyiktől megtudja, hogy operálnak. Igazi is anya írte félét múlt héten, tehát ma. Rózsi a Revicki utcában élénken szaladgál az üres szobában, takarítás után is nyitva hagyja az ablakot, szép az idő. Pali gyerek egész korán jött haza, berohan, kirohan, övé a lakás. Hallali megtalálta a trombitát. De Rózsi már fut is be a konyhából. Nem teszed le rögtön azt a trombitát, nem tudod. Most operálják a szegény nagyságos urat. Itt van inkább a Biblia. Tessék szépen imádkozni. Pali olyasfélét dörmök, hogy olyan messze én úgyse hallom a trombitát. Édesapja szabados pál körútra ment, valami foglalkozás van kilátásban. A tiszakálmát téren, ahogy átballag a nevemet hallja, Megfordul, két úriember beszélget a színház közelében. Igen, olvastam ma vagy holnap, komoly dolog, barátom. Tudom, kár volna érte, mint embernek is nagyon jó ember volt. Ismerted? Egyszer beszéltünk futólag. Gabi siófokon lemegy a Balatonra, valami karcolás van a kezén, benyit a fürdőorvoshoz, hogy jódozza meg. Az orvos kérdezősködik felőle. Igen, nagyon rosszul volt, mikor utoljára láttam, de most mostanában fogják operálni valamikor, tetszik tudni izében. Stockholmban, igen, igen. Honnan tetszik tudni? Özvegy Esné, drága ábrándos lélek a külvárosi hónapos szobában. Megint ott ül az asztalnál, a levegőbe bámult tollal a kezében. Már negyedik hosszú levelet írja, de csak egyet küld el. Néhány rózsaszirmot tesz bele, Isten, ugye meg fogsz segíteni, inkább nem is akar látni soha, csak gyógyuljak meg. Kint a ligetben, a gundelnél már a kertben terítenek, a hullámfürdő is megnyílt, még kevesen vannak. A kedves kövér úszómester ismerős úrnál kérdezősködik, mit tud rólam, Kérem, milyen vidáman csúszkált még ősszel innen, az a huncut cini meg folyton a víz alatt volt, gyűjtögette a cipőket, mint egy indiánus a nők lábáról. Micsoda sikoltozás volt. Itt lesz a cini, lefogadom két napon belül. Odafönt a Svábhegyi szép csendes szanatóriumban lent a halban gyé főorvos úr éppen közli valakivel, hogy elutazásom előtt egy hétig itt voltam az emeleten, ő sejtette, hogy komoly baj van. Igen, sok helyütt kerülök szóba. Adolf, a szerkesztőség deréktelefonosa már gépiesen válaszolgat a sűrű felhívásokra. Most operálják, igen kérem, a déli lapban adunk részletes jelentést. Akár befejezik, addig akár nem, hogy hogy lehet az. Hát kérem, felhívtuk Stockholmot, fél tízkor, most megint felhívtuk, éppen folyik a beszélgetés, eddig azt hallom, egész jól megy minden. Kérem, szívesen, háló, igen kérem, most operálják, a déli lapokban adunk részletes. És át a skandináv hegyeken, a fenyveseken, át a kék tavak között, az éles, sós levegőben hullámozva, szalad a drót, a töltés mellett leszalad és felszalad oszlopok közt, nem néz se jobbra, se balra, mint a hazaszaladó kis palasz, mikor megdobják, sivít és fut tovább. Tájak változnak, haragos zöldből, piszkos szürkébe, átfut a határon, felhők gyülekeznek magasan, magasan, Hamburg fölött, Nürnberg fölött, Berlinen át, Bécsen át, át a Vágvölgyén, s a magyar síkon át, ahol zöldbe borult már a rét, s lombosodnak a gyümölcsfák, Szalad a vékony drót, és besiklik külvárosok csatornáin keresztül a központba, szalad a drót, és drótban szalad a szó, oda és vissza pillanat ezred része alatt emberi szó, Mit érdekli a drótot? Az oszlopokat se érdekli, ők fából vannak. Megcsonkított, kivágott rokkantjai a fák világtársadalmának. Őket a fák érdeklik. Megcsonkítva és fájdalmasan sajogva. Ha kérdeznek valakit, legfeljebb a drótot magát, nincs -e külön üzenet számukra. Messziről jössz drót testvérkérdés kérdi suttogva a stokholmi faoszlop. Mi újság délen? Igaz-e, hogy ott már virágzik a cseresznye, ami nálunk csak jövő hónapban érik, s rajtam soha többé? Fél tízkor feleségemet, aki izgatottan szaladgál a folyosókon, telefonhoz hívja a pesti szerkesztőség. Beszéljen, amit tud, negyed óráig. A gyorsíró úgy, ahogy mondja, adja le. Részletenként a főszerkesztőnek. Onnan a nyomdába, a délre, labzárta. Nagyon helyesen csak adatokat mond, minden szubjektív hozzászólás nélkül, ahogy orvos létére hozzá és hozzám élik. A műtét kilenckor kezdődött, és egy óra előtt alig lesz vége. Itt hallgatózta, mi az ajtónál kihallatszik a betegnyögése. A professzor csodálatos ember. Igen, villamos tűvel percenként mérik a vérnyomást, közben oxigénbelégzést kap. Ha szükség van rá, fiziológiai sóoldatot és vérátömlesztést. Egy ember az uram vércsoportjából ott tartózkodik a mellékszobában, reméljük nem lesz rá szükség. Épp most veszik ki alul a koponyacontot. Teljesen magánál van, a professzor állandó érintkezésben van vele, lelkileg is. Az elején meglékelte, és végső felvételt készített. Éppen olyan tökéletes neurológus, mint sebész. Jaj, hogy a fülkéből látom, épp most viszik azt az embert. Igen. Igen. Jó reggelt! A telefon körül ott állanak a munkatársak. Minden mondat után, amit a gyorsíró lead, csend lesz. Utána szétszélednek a fiúk, kiki -ki megy a dolga után. Misú átsiet a folyosón, a délutáni lapot kell szerkesztenie, ha szerencséje van, még le tudja adni Mussolini rádióbeszédét. beszédét. Pecsus is leül diktálni a sportrovatot. Nem tud teljesen odafigyelni, folyton az lebeg előtte, két hét előtt fönt volt nálam, részletesen elbeszélte, mikor ő Stockholmban volt, mint kartvívó bajnok, a miniszterelnök ott korcsolyázott előtte az utcán nagy bógnikban. A lelkes arcú tehetséges kis P is rám gondol, még a krokit írja. Igaz részvéttel próbál rezümét csinálni, hogy is van az a hírhet mondásom, humorban nem ismerek tréfát. Esnek lelkén átsuhan egy gonoszkodó kis karikatúra, amit írtam róla, de aztán egy verssorom jelentkezik, és a költő megbékül. Főszerkesztő egy pesti tanárra gondol. K őszinte borúval pislog szemüvegén át, aztán rajta kapja magát, hogy mondatot formál, egy esetleg írandó cikk első mondatát. A kis akrobata, aki felért az összetákolt építmény tetejére, már előhúzta trikója alól a hegedűt, hogy élete nagy melódiáját eljátsza, mikor az építmény váratlanul összedül. Ez a kisfiú, aki voltam, egy régi novellámban szerepel, a cikre, ami így fog kezdődni, sajnos reggelre szükség lehet, minden esetre meg kell írni. Címet nem kell találni. Címe széles, nagy, fekete keretben. A nevem. A társalgóban egy ismeretlen hölgy ül, feketében és sírdogál. Nem kérdez senkit, csodálkozva néznek rá, megkérdik, kit keres? Nem felel. Fér egyre kint a lap. Némelyek megállnak az utcán, hogy rányítnak az ötödik oldalra, úgy olvassák, gépies pillantást vettve a hirdető osztop Még nincs vége, a délutáni lapban benne lesz az eredmény. Szóval délután mi is van még? Igen, az úszók, a Bécsi mérkőzés, és ez, hmm, mint délután, sportos város vagyunk. A Dunaparti korzón már élénk az élet. Adját csak egy példányt, fiam. Barátom, ez a modern hírszolgálat. Mi? Ő még ott fekszik az asztalon, és én itt olvasom. Te mi az, hogy fiziológiás oldat? A citadella fölött felhők bandukolnak. Nagy lendülettel hallgat az Erzsébet híd. A villamoson valaki fejét csóválja. Kérem, ezt olvasom, ne tessék haragudni. Hogy beszélhet egy feleség ilyen tárgyilagosan, miközben az urát? Kérem, az én feleségem néhány fényképésznél kirakatot nyitnak, kiteszik az arcképemet. A Vörös Marti téren óriási fényképet illesztenek a szalon hirdető oszlopába. Ez éppen ott áll, elmereng a képen. Érdekes ez a legújabb felvétel, milyen furcsán, alázatosan, szinte bocsánat kérően mosolyog rajta, akkor már benne lehetett a daganat, valami buddha-szerű van rajta, Miklós elegáns alakja lassan vonul a Horti Miklós úton, nehezen jár, azt ma kínozza. Széchenyi tanulmánya a napokban aratott döntő sikert. De most nem erre gondol. Csendesen elmosolyodik, egy enyelgő tréfám jut eszébe, ahogy ugratjuk egymást. Jó volna, ha kimásznék ebből a csávából. Ezt és ezt szeretném mondani nekem, ha visszatérek. Meg is mondja. Még betegen feküdtem, mikor meghalt. És Dezső és Zoltán is erre gondolnak, mit mondunk majd egymásnak. Szeretnének ott lenni nálam vigasztalni, mit félsz nem lesz semmi baj, beszéljünk másról. Nagyon rendes dolog volt, amit a kutya haláláról írtál, és hogy jó dolog alkalmat adni az embereknek, hogy sírhassanak miattunk, és végre zavartalanul szerethessenek. Nem zavarja őket, hogy élünk. Dezső se él már, Zoltán se él már. Vég kicsit elsápad, hogy odafülel, mikor beszélnek rólam. Ez az ő napja. Suttogja fogai közt irigyen. Titkárom a Dénest lépte nyomon megállítják. Mi újság, mit tud, mik az utolsó hírek? Ez különösen meleg és odaadó, elkísérteti magát a szigetig, részletesen akar tudni minden. Valaki azt is megkérdezi tőle, nincsen áll a kéziratom. Egy óra felé törzs kezdenek feketére gyülekezni elárvult asztalomhoz is leülnek néhányan, pajtások, ismerősök. Tibor Pincér pár lépésnyire áldogál hallgatózik, rólam van szó, élénk vita folyik orvosi témákról. Gyerekek, bevallom őszintén, nem tudom pontosan, mi az, hogy tumor? Na igen, a szót értem, de ebben az esetben. Te hülye, itt nincs ebben az esetben, ez egy gyűjtőnév általában daganatot jelent. Úgy, hát hiszen akkor ezentúl nem úgy kell őt mondani, hogy humorista, hanem úgy, hogy tumorista. Nagyon jó, csak már nem új. Már Bécsben rájött valaki. Egy kedves hölgy, idegenvezető, most invitálja ki az autóbusz utasait. Ladies and gentlemen, itt vagyunk az Erzsébet kilátónál. Ez a János hegy orma, legmagasabb pontja Budapestnek. Mit szólnak ehhez a kilátáshoz? Különbnek tartják az Eiffel toronynál és a Campanile-nél. Felmegyünk a toronyba? Igen. Á, ah, a Mrs. Svéd! Milyen jól beszél németül. Voltam Svédországban, most egy kedves barátunk van kint, jó nevű magyar író, súlyos műtétet végeznek rajta. Hogy is hívják a tanárt? Oli, Oli, v, igen, igen, Oli Hát tetszik ismerni a nevet, igaza olyan híres odakint. Akkor nyugodt vagyok. A szvetenai utcai morgban csöndesen feküsznek a hullák, bádok szekrényeikben. Szörcsög alattuk a jég. Az arcuk közönyös, némelyikük csodálkozó. Csodálkozó vagy közönyös kifejezés, de kifejezés. Kifejezés, aminek nincsen értelme, hiszen nincs mögötte értelem. Egy szolga szalonnát eszik a küszöbre kuporodva. Valaki újságot olvas fel hangosan a műtétről szóló riport címét. A szolga szeledget a szalonnából. Ki az az ember? Kérti mérsékelt érdeklődéssel szedik a délutáni lapot. Felül a nagy szenzáció. Már ki van szedve. Addis a bebát elfoglalták az olaszok.